Múlt hét pénteken a Dózsa iskola dísztermében rendezték meg a Nemzeti Pedagógus Kar Bács-Kiskun megyei küldött gyűlését. Az elsődleges feladat az, a gyűlés létrejötte után, hogy elnököt és elnök helyettest válasszanak. Illetve a küldött gyűlésnek van egy olyan fontos feladata is, hogy az országos küldött gyűlésbe delegálhat tagokat. Eddig 2 tagja volt Bács-Kiskun megyéből az országos küldött gyűlésnek, de összesen 8 tagot delegálhat ez a megye. Így most akkor végre teljes lesz a létszám a Bács-Kiskun megyének az országos küldött gyűlésben is. Utána pedig, ami szintén nagyon fontos majd, hogy megválassza a területi etikai bizottságnak a tagjait, és majd így a területi etikai bizottság megválasztja az elnökét is. Tehát, hogy létrejöjjön ez a bizottság is ebben a megyében, ez is egy nagyon fontos feladata lesz már is a küldött gyűlésnek. A résztvevők titkos szavazatai alapján az elnök Fekete Antal lett, helyettese pedig a kecskeméti Szabó István Sándor. Az etikai bizottság elnökének Junger Pétert választották, elnökségi tagnak pedig Arnold Adrient, Török Krisztinát és Nagy Gézánét. Országos küldötteket is választottak, Arnold Adrien, Török Krisztina, Illés Péter, Martin Gábor és Szabó István Sándor személyében. Utána megkezdi a működését a küldött gyűlés, és hát ez majd rajtuk múlik, hogy hogyan alakítják ki a saját munkarendjüket, ezt is meg kell majd határozniuk. Sokféle feladatuk lehet, elsősorban véleményezések, de kiemelnék mindenképpen egy feladatot. Nem sokára létrejönnek majd az egyes tankerületekben a tankerületi tanácsok, ahol a pedagógusokat szintén a Nemzeti Pedagógus Kar képviselheti, és a kar úgy döntött, hogy a területi küldött gyűlések, a megyei küldött gyűlések feladata és joga lesz az, hogy delegáljanak tagokat ezekbe a tankerületi tanácsokba. Ők nem biztos, hogy olyan tagjai lesznek a karnak, akik tagjai a területi küldött gyűlésnek is, de mindenképp a területi küldött gyűlés dönt erről. És hogyha nem lenne területi küldött gyűlés, akkor ez a delegálás se jöhetne létre, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos feladat lesz a közeljövőben.